November 4-ét Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá, hiszen ekkor vonult be a szovjet sereg Budapestre, és verte le a már több mint másfél hete tartó szabadságharcot. Dombóváron az Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével emlékeztek mindazokra, akik életüket adták országunk szabadságáért. Október 25-én mintegy 500 tüntető vonult a tanácsháza elé. Kiemelt szerepet vállalt a vasutasság, különösen a mozdonyvezetők, fűtőházi dolgozók, az október 26-án a Hősök szobránál történő megemlékezés szervezésében és az azon való részvételen, amelyhez már a társadalom minden rétegéből csatlakoztak résztvevők. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 22 vádlattal szemben indítottak eljárást a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétellel elkövetett büntetben. Közülük 4 fő disszidált, 4 fő esetében felfüggesztették, 1 főnél megszüntették az eljárást, 2 fiatalkorú bírói megrovásban részesült. A megemlékezés alkalmával az iskola tanárai is aktívan kivették részüket a műsorból. És most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok vagyunk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Míg szól a dal 56 ér, míg szívünk dobog 56 ér. A megemlékezésen a múlt eseményeiről, a helytállásról beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1956. november 4-én vasárnap hajnali 4:45-kor indult be a szovjet hadigépezet, amelynek csatasorba állításán addigra már napok óta dolgoztak. Azon a vasárnapi napon megpecsételték a sorsát a szabadságért küzdő magyarságnak, vérbe folytották szüleink, nagyszüleink és dédszüleink forradalmát. Újra a terror és a megfélemlítés lett úrrá az országon. A vezetést átvette az első Kádár kormány. Kádárék 56. november 7-én érkeztek Budapestre szovjet tankokkal, ahol a szovjet tankokkal körülvett parlamentbe zárkóztak be, és bent is szigorú szovjet felügyelet alatt álltak. A vezetés náluk volt, de a hatalom hiányzott hozzá. A szabadságharcot gyorsan leverték, de a nép általános politikai sztrájkba kezdett, idézte fel az 1956 őszi történéseket Potápi Árpád János. Ne felejtsük el, hogy nem mindenhol fejeződtek be akkor a harcok, hanem még hetekig, hónapokig küzdöttek innen tőlünk nem messze, például a Mecsekben. 1956 parazsa évtizedekig őrizte a forradalom energiáit. Ez kapott erőre az 1989-es, 90-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek elegük lett a kádári terrort is felidéző baloldali kormányzásukat. 2010 óta megéltük Magyarország fölvirágzását is. Sok nehéz helyzetbe kerültünk, de mindegyikből megerősödve folytathattuk munkánkat. Nemzetközi nyomás alá helyeztek bennünket, aztán fenyegettek, majd jött a világjárvány, most éppen a háború szankciók következményei sújtanak bennünket. Azonban Magyarország kormánya továbbra is kitart nemzetünk oldalán, a népünk érdekében. Az egyik legnagyobb magyar humanitárius kezdeményezésre is felhívta a figyelmet a térség országgyűlési képviselője. Mindezeket az eredményeket most a háború közelsége fenyegeti, itt a szomszédban. A kárpátaljai magyarság különösen nagy terheket hordoz ennek következtében. Ezen terhek enyhítésére is kezdtünk bele a magyar történelem legnagyobb humanitárius segélyébe. Ezzel minden kárpátaljainak segítő kezet nyújtunk ezekben a nehéz hónapokban. A műsort követően a város előjárói, az intézmények képviselői és a megemlékezők az 1956-os emlékműnél helyezték el mécseseiket.